Oké, srácok, szóval aki régóta követi már ezt a csatornát, az feltehetően hallott már a 2014 nyarán nálunk bekövetkezett tűzesetről. Igen, 2 éve nyáron a családi házunk Game Geek-kedett egyet, egy nagyon ijesztő és nagyon nehéz pár hónapot tudunk magunk mögött, amit most úgy gondoltam megosztok veletek, mert amúgy egy tök jó sztori. Szóval 2014 júliusában az ominózus tűz előtt 9 nappal az osztállyal kimentünk Rómába egy 10 napos osztálykirándulásra. Ilyen kis nagyon lepukkant low budget bungalókban szálltunk meg, alig fértünk el bennük, és mindegyik bungaló ablakát egy mozdulattal lehetett feltépni, kivéve azt, amelyikben én is voltam, mert annak egész konkrétan be volt ragadva az ablaka. És láss csodát, ez volt a mi hatalmas szerencsénk. Ugyanis a tábor egy pontján a miénken kívüli összes bungalóba betörtek, és csomó pénzt meg cuccot vittek el. Emiatt pedig a tábor kényszeresen is, de egy nappal előbb véget ért, ugyanis az utolsó nap még ellátogattunk volna Velencébe is, ami így, hogy az osztály kb. 3/4-ének félretett pénzét ellopták, kissé kivitelezhetetlenné vált. Úgyhogy egy nappal a tervezett vége előtt hazamentünk, kb. Évfélre már Pesten is voltunk, a busz megállóban anyum már vártam, és kb. 00:30-ra otthon is voltunk. Nagyban beszélgetünk lent a konyhában, épp azt mesélem anyumnak, hogy hogy tette tönkre Ádám kollégánk a bungalónk WC-jét, mikor is valami megmagyarázhatatlan robajt hallunk fentről. Anyum fel is küldött, hogy ugyan nézem már meg, mi okozza a fura hangot, és... Na most képzeld el azt a szituációt, ahogy békésen, mit sem sejtve a lépcsőtököz sétálsz, feltekintesz az általad megszokott emeletre, és így... lángol az egész. És ez most komolyan, minden túlzás nélkül így történt. Emlékszem, amikor megláttam a tüzet, teljesen leblokkoltam. Az első gondolatom az volt, hogy ki tette ezt ide és mi célt szolgál, majd mikor anyum kiabált a konyhából, hogy na mi az, mit látok, csak ennyit tudtam kinyögni. Halál komolyan, ez azóta szállóigévé vált a családunkban. Valószínűleg mindannyiótok elképzelte már, hogy mit tenne egy vészhelyzetben, hősiesen mentenétek ki a civileket az égő házból, a saját köpetetekkel oldanátok a tüzet, lófaszt, állnátok egy helyben leblokkolva, és azt sem értenétek, hogy mi van. Nálam legalábbis így volt. Szerencsére adekvát válasz híján anyum is odajött a lépcsőhöz, serényen konstatálta, hogy majd gyorsan felébresztettük az alvó nevelőapámat és hugomat, kimenekültünk a házból és hívtuk a tűzoltókat, akik egyébként egész hamar ki is értek, eloltották a tüzet, és a biztosító 3 hónapnyi tökörészés után neki is látott az emeletünk renoválásának. Mint utólag kiderült, a tűz a következőképp történt. A mosókonyhánkban lévő boilerre valaki felpakolta az összes ott tárolt WC-papírt, amik így pont hozzáértek a plafonról lógó égve felejtett lámpához. Ez a konstrukció pár óráig így is volt hagyva, úgyhogy a WC-papírok rendre fel is gyulladtak, amivel felgyújtották a boilert is, aminek jól gondolom, nagyon nem szabadott volna tudnia ilyet. A tűz után ugye pár hónapig használhatatlan volt az emelet, viszont én az alatt a pár hónap alatt nagyon sokat tanultam. Egyrészt nevelőapu műhelyében aludtam, és ősszel fáztam éjjelente. Kis időre, de megéreztem, milyen az, ha az általam alapnak vélt jólétemet kihúzzák alólam. Azóta valahogy jobban megbecsülöm azt, hogy itt ülök egy gép előtt egy fűtött szobában, és van lehetőségem gyártani ezeket a videókat. Talán neked is mondták már sokszor, hogy fiam, becsüld meg a jólétedet, de ez talán egy olyan dolog, amit az ember csak akkor érthet meg igazán, ha pár hónapra elveszt. Mármint a jólétét. A másik pedig, hogyha a boilerünk nem egy olcsó másolat, amit hamisítva sóztak ránk, ha valaki nem épít várat WC-papírokból, ha valaki nem hagyja égve a lámpát órákig, akkor talán elkerüljük ezt a tüzet. De tudjátok mit? Ha nem rabolnak ki minket Rómában és emiatt nem kell egy nappal előbb hazamennünk, akkor a nyom nem marad fönt fél egyig, és talán az egész családom benték. Ha a boiler fölött lévő vízvezeték nem pattan el és nem kezd a víz pont a tűzfészekbe ömleni, akkor talán a fából lévő tetőszerkezetünk is kigyullad, és az egész háznak annyi. Néha random véletleneken múlnak hatalmas dolgok az életünkben. Millió és millió véletlennek köszönhetem azt, hogy egész konkrétan él a családom, és van egy nagy, gyönyörű házunk benne annyi lehetőséggel, amennyit csak el tudok képzelni. És ha már itt vagyok, csak megpróbálom kihasználni ezeket a lehetőségeket, nem?